Szia Bilba, Kárpát vagyok. Amint tudhatod így az előző videóból, hogyha nézegeted, akkor lassan szokásom már vált, hogy minden reggel csináljak egy ilyen kis videó szeszenetet. Hát ez ugye azért is van, mert mint online marketinges és gerincterapeuta, így otthon dolgozom többnyire, és hát ugye magam irányítom a mindennapjaimat. Ugye ma kedd van, tegnap ugye épp hétfő volt, hát épp arról beszéltem, hogy hát ugye nem sokan örülnek a hétfőnek, főleg azok, akik alkalmazotti munkahelyen vagy munkában vannak. Hát én örülök a hétfőnek, örülök a keddnek, most már főleg bevezettük itt szokásba, hogy minden reggel megyünk egy jó kis turára a párommal itt Kőhegyre, utána van ez a napindító meeting 9-től, és hát most már ugye 10 óra elmúlt, most már lehet indítani a napot, és hát jó dolog, mert mivel ezt a két tevékenységet kombinálom, itthon vagyok, néha van egy-két kezelés, de most épp lemondták a 10 órásit, de nem baj, van munkám, épp egy oktató videót fogok csinálni a csapatomnak, nem ezt, az egy másik lesz, azt nem teszem nyilvánosságra, csak azok látják, akik a csapatomban vannak, például arról, hogy hogy kell az üzletedet, vagy saját magadat népszerűsítsd az interneten, a közösségi oldalakon, de másik, ami miatt most itt ezt a kis videót csinálom, hogy nagyon jó témák volt itt ma reggel, a változásról, meg a szeretetről. Hát ugye feltehetnéd a kérdést, hogy hogy jönnek ezek ide egy üzleti tevékenységhez. Hát ugye a változás az úgy jön ide, megtanultuk mi azt már korábban, ilyen üzleti tréningeken, meg trénerektől, meg is tapasztaltuk saját magunk, hogy ugye minden változik folyamatosan. És sokan félnek a változástól, de nem tudják, hogy folyamatosan változásban vannak. Ezt úgy értve, hogyha ugye valami nem növekedik, akkor csökkent. Tehát soha nincs az, hogy állandó. Tehát az egész univerzum változik, és így minden változik körülöttünk. Hát nézzük, az időjárás, az évszakok, a nap, tehát mind napszakok, ugye mind változás. És üzleti tevékenységben is pont így volt. Ezt nagyon megtapasztaltuk ennek a keservesebb részét is néhány évvel ezelőtt, amikor ugye egy másik üzletet építettünk, és növekedett, és aztán egyszer csak így ellaposodott a dolog, és hát azt hittük, hogy na milyen jó, hogy felépítettük, akkor ez most már így fog menni, és hát azzal úgy meg is voltunk elégedve. Igen ám, de akkor még nem tudtuk ezt. Ha valami nem növekedik, akkor csökken. És bizony elkezdett csökkenni. És aztán a csökkenésnek ugye az lett a vége, hogy teljesen padlóra ment ez a cég. Na mindegy, hát most ugye újat építünk, új lehetőségek mindig vannak, és pont ki kell használni a változás adta lehetőségét. Tehát ne fél változásoktól, néha kicsit fáj, de vágja bele. Az is fáj, hogyha minden reggel itt Kőhegyre fel kell menni, korán izomláz, de viszont van egy célunk a párommal együtt, néhány kilót le szeretnénk adni, meg jó formába jönni, testileg is, szellemileg is, lelkileg is, azért is teszünk. Úgyhogy ha szeretnél egy ilyen életstílust, akkor hát nézd meg, hogy meg mi van itt a videó alatt. Szia, szép napot!